Törvénytelen Romániában az autók forgalomba iratásakor követelt környezetvédelmi bélyeg illeték, ezt a luxemburgi székhelyű Európai Bíróság mondta ki. Ennek ellenére az illetéket továbbra is ki kell fizetni. Jogászok szerint ez teljes mértékben az államkasszát gyarapítja. Korábban diszkriminatívnak, most már egyenesen törvénytelennek minősítette az Európai Bíróság a Romániában fizetendő környezetvédelmi bélyegilletéket. Az indoklás szerint a környezetvédelmi bélyegilleték aluli mentesség a hazai használt autók értékesítését hozta előnyösebb helyzetbe a külföldről importált autókkal szemben. Az Európai Bíróság döntése ellenére az illetéket továbbra is be kell fizetni a pénzügynél. Érvényben vannak a mostani rendelkezések, és ezért, aki be akarja iratni forgalomba a haszonjármút, akkor be kell jönni először a pénzügy, és ki kell fizetni a környezetvédelmi illetéket. Természetesen vannak bizonyos kitétek, felmentések. Azaz a gépjármű tulajdonosa visszaigényelheti a befizetett pénzösszeget, csak hogy ez rendkívül hosszadalmas bürokratikus folyamat, amely a legtöbb esetben bírósági perrel jár. A híradónk által megkérdezett ügyvéd szerint a bélyegilleték kifizetése abszurdum, de még ebből is nyer az állam. Kérvényezni kell a pénzügyminisztérium felé a bélyegilleték visszafizetését, és erre törvény kötelezi. De megéri az államnak így is. Íme egy egyszerű példa. 100 befizetőből, aki vissza kellene kapja a pénzét, 30-an nem fogják kérvényezni. 20-an megvárják ezt az 5 évet, és marad 50. Tehát az állam úgy is nyer abból, hogy vannak passzív állampolgárok. Az állam ezt mindig ki is használta. A pénzügyi hivatal illetékeseitől megtudtuk, a szaktárca jövő héten bocsátja ki a környezetvédelmi bélyegilleték kifizetésére vonatkozó új alkalmazási módszertant.